Igen, meg kell majd fogni szépen azt a rongyot darabot, amit majd le kell menni Bob testéről, hogy megmenthessük az életét, de ezzel a rongyal akár megtörhetjük homlokunkat is, ami éppen csillog. Ne. A verejtéktől, az izgalomtól. Rámarkolhat? Vajon rámarkol-e? Nem. Egyelőre peace. Béke van. Hello srácok, sziasztok! Üdv mindenkinek, itt vagyunk Norbi is. Szevasz. Éppen tapasztalatot próbál szerezni, hogy mégis hogyan működik ez a játék. Ismét. Ez itt a Surgeon Simulator, gyerekek, ha jól emlékeztek, tavaly meg kellett menteni Bob életét. Nem sikerült. Teszem hozzá... Most sem fog. Megpróbáljuk! Most megpróbáljuk megmenteni Bob csodálatos életét. Egy szívműtétet hajtunk végre. Azt mondod? Vágod. Az kell, ez így? Meg a szívműtét. Ez a irányek? Megínre. Vágod ott oldat? Nem, no. Hova? Ott, nagyon ügyes vagy. Nem emlékszel? Ja, nem. Akkor is szenvedtél vele. Ha meg köcsög volt, azt nem mondtad el, hogy. Itt van Bob, gyerekek, itt a páciensünk, megy az idő. A bal sarokban, a jobb oldalt pedig mutatja, hogy mennyi vére van még szegény Bobnak. Egyből lehúztuk Norbert róla egy a leplet. Norbert egy nagyszerű mozdulattal lehúzta a leplet. És most pedig rámarkolhat a kalapács, hogy szétverje a bordáit. Ennyi. Bobnak, ez a terv. Hogy felszabadítsuk a szívet. Amit mi ki kell cserélnünk. Azaz, Norbi már üti a bordákat, közben Bob veszti a vért. Ez túl erőszakosnak érzem, mutka nem ezzel verthet szét, hanem volt az a fúrós szágot. Ne szarabb, Bob! Oké. Verd szét a bordákat, nem tudom, hogy teszünk utána vissza, de mindegy! Sehogy. Hajnali 2 óra 17 perc van, a doktor úr nagyon fáradt már. Látszik. Meg kellett menteni el. Kicsit ingerült a doktor úr, ezért egyből neki is lesett, neki is vágott itt a műtétnek. Ezeket ki kell pakolni kajakra? Ki kell pakolni az egészet, azért nem törtett szét a bordáit oldalt, haver. Ja. Na, akkor... Doktor úr, kérem! Ne a fúróval! Picit, nem azért, de kesztyű, szájmaszk. Az buzis! Koronavírus van, de most nem foglalkozunk vele, basszák meg. Szerencsére egy szívbetegünk van, nem koronavírusos betegünk van. Nem tudom megfogni. Ott kitisztíthatnánk a sebét, ott vannak a fülpiszkáló pálcikák. Ilyenek nem foglalkozunk, Zsolti. Nem? Ha felébredt, akkor el kell mondani neked minden faszomot. Az, hogy hogy oldottuk meg, az titok. Ha be fogsz fúrni, szegény bomba! Na, most már szerintem jó lesz. Na, ott még fölül nem lesz jó. Nem, mindegy, próbáld meg, megy az idő. Fogy a vér! Bugol az izé, a lepedő. Meg tudod menteni Bobot? Doktor úr, én hiszek... Doktor nagy! Itt van-e? Kapja ki a tidejét! Azaz! Dobja a picskumat! Ajaj, azaz! Tegye félre, hát ha vissza kell pakolni. Mindegy. Jó, látod ott a másik problémát? Azt is el kéne dobni. Vegyük ki a májakat, a veséket, nem kell oda semmi. Jó, ott marad kicsit. Ott másik tüdőt ki kéne kapni. Várjál, azon vagyok, csak hát itt nehéz itt a navigáció, egy kicsit. A doktor úr látja azt, hogy pár bordát Bob arcába bele fog állni lassan? Mint egy, hogy melyik az az állat? Az altatóorvos azt hiszem itt hagyta önmagára. Lehet, hogy már alszik a sarokban. Nem tudom kiszedni, Zsolti. Hát mert ott ezt fölsőt még nem fúrtad el, az a baj. Ezt mondtam. Nem tudom megfogni, az a baj. Na, megvan. Nem mondod! Szabad! Hát hihetetlen dolgok történnek, pakod ki még, ami benne van, ami nem kell. Hogy könnyebben hozzáférjünk a szívhez, mert azt mondja, ki kell vágni onnan a szívet. Ki kell vágni? És ezt nem kell vágni? Azt majd el kell vágni, de én nem lehet, hogy ezt... beadnék neki egy curit, doktor úr, amitől... Csillapító. Lesz. Lassabban fogom vért ez... veszteni. Szerintem az zöld. De maga az orvos! Ja? Igen? OK, és orvos vagyok? Törlést, doktor úr? Léci, azaz! Így van-e? Jaj, a fúró, gecc! Megint benne hagyunk egy üveget, mint a baj! Jaj! Menj, nem geci! Ezek lesz volna úgy. Meg fogja vágni az ujját, doktor úr. Ne szarom! Mindent a vendégé, vagy mi? Az orvos. Kinyitnám, ha már itt van, még nem fogy annyira a vér, én kinyitnám. Mit? Azt a dobozt, amiben a másik, a friss szív van. Doktor úr, látjad fölük? Elhiszem, hogy az asszisztens, de 5 dolgot mond egyszerre. Nem tudok... Nem tudok 5 dolgot megtenni egyszerre. Jaj, geci, kezdődik. Hogy kell fölülni? Ne, ez még kelleni fog. Jaj, a szív! More!
Jó, mindegy, a szív megvan, ott van az asztal, csak ne lögd le. Na. Anélkül nem lehet megmenteni Bobot. Újra fel kéne venni azt ott beadott magának. Teszem hozzá. Hát idegszem, de nem. Doktor úr, hajnali kettőkor drogozik? Hát valahogy kell. Vágja, hogy pácienseit haldoklik. Előfordul. Menj már innen! Jó, assza meg vagyunk. Érzem a sikert. Érzed? Megvan? Figyelj, ott van! Szoríts rá! Csak markolj rá, mintha adat fognád. Igen, és adat? Most hogy adjuk be? Nem tudom. Jó, szúd meg. Azt mondja, bevejtett neked szív. Azt hittem, hogy lehet, hogy még nem kell beadni neki. Lehet, hogy csak akkor kell, amikor nagyon vérzik. Faszon tudja, Zsolt, te vagy itt az orvos, én csak izé vagyok. Egy orvos, én az asszisztens vagyok. Ja, igen. Doktor úr, kérem. Hol a szike? Ott a fúró, vágj el azzal, mert lelökt a picsába. Ja, ezzel? Azzal fú, vágd el, fúrt ki neki. Hogy? Nem fogd, szoríts rá, meg minden vágott. Azért van, hogy túljad, azaz. És ott fúrd el. Nem lehet elfúrni. Hát leáll a szíve, innyá. Bob! Ezzel nem lehet elszakítani. Nem lehet elszakítani. Kurva. De úgy eldobsz mindent, hogy soha nem fog jelenni. Jó, mindegy. Másik oldalt van még szerintem kicsi szike. Hát ott van a földön. Nagyon jó. Na várja, ezt így. Lehet, hogy be kellett volna adni az ellenszert, hogy ne. Magamnak. Hát igen, hogy ne lehet, hogy ennyire drogos. Egy na, meg kire szorítani? Te mit látsz? Én semmit. Édes Istenem. Ez melyik fajta betegség, amikor nem tudsz fogni? Nem tudom, de elég szar. De a doktor úrnak van egy problémája, úgy érzem. Itt vagyok, Bob, itt vagyok, ne aggódjál, biztos kezekbe vagy, bazzeg. Beszúrtad! Na, mi szere? Hiba. Ez a technika tökéletes. Alány esünk, hopp! Mondom, hopp. És már... Ha rajta van, more! Milyen széke ez, bazd meg? Hol vetted az ABC-be? Azt mondta normális szigét hozzá, ne az ABC-ből valami gyerek kizét. Te egy roma árulta az utcán, gondoltam, jó lesz. Hát nem volt kedvem lemenni a piacra. Nem? Hallott? Biztos, hogy el kezd vágni? Hát azt mondta, el kell. Azt hittem, nem férjük akkor hozzá. Akkor kitépjük a szívét. Tépjük ki a szívét. Na. Az a lényeg, hogy be kell tenni utána. Alárülünk. Ha várj, egy kicsit eszközölni kell itt a módszere. Nagyon jó. Dobja ki a szívet, tegye be másikat. Azaz? Az a másik, igen. Nem jó fej. Várja. Ne lökje. Doktor úr, nagyon fogy a vér. Meg kell menteni Bobot, 1000 liter. Mi? 1000 milliliter vére van már csak hátra, úristen. Doktor úr, siessen. Tudom, várjá, hogy a drog hatására problémás, de... Meg tudja csinálni, meg tudja menteni Bobot, én hiszek magába. Eddig még sose jutottunk el. Hát le kéne dobni. Várja. Helyezni. Be kell helyezni, nem? Oda, ahol volt, nem? Jó. Csak itt rágár munkát véget, hogy csak belebasztad a szépen. Dobbál bele! Ez az! Teljesítettük! Bob, megvetette Bobot! A kurva ilyet, nem gondoltam. Continue. Juppi! Bob túlélt az első fejezetet, gyerekek! Hát micsoda orvosunk van, micsoda páciensünk van! És az olcsó szike! Igen, megtette a hatását. Nem is kellett. Ki kellett tépni a szívét itt egy barbár? Érdekes egy játék. Nem hittem volna sikerül amúgy. Megmentetted. Na, srácok, ha szeretnétek, hogy doktor nagy folytassa a tevékenységét és megmentsen újabb pácienseket, akkor írjátok le kommentbe, hogy szeretnétek egy veseátút átültetést is. Talán agy! Jó. Szóval tartsatok velünk, írjátok le kommentbe, hogyha szeretnétek még ebből folytatást, iratkozzatok fel, ha esetleg újak vagytok a csatornán, csengőt, harangot kapcsoljátok be, Facebookot is kövessétek be, tartsatok velünk, sziasztok! Szevasztok!